Pista bácsi, az előbb egzotikus ételekről beszélgettünk. Maga leragadt a csirkeszárnál, ott nincsen semmi egzotikum. De grillmacskát naplemente körettel evett már életében? Ropogosra sütött grillmacskát. Nem ettem, de már láttam. Na, mert mit csinált maga? Mi volt a sütőbe? Hát már nem én tettem be, ő ment be melegedni, szeretik, ha meleged a macskát. Már és rázárták a sparhert ajtót. Nem várta rá senki, csak ahogy beugrott befele, egy darab fa volt ott, hogy ne csukodjon be, kifele jöjjön a meleg. Azt gondolom, hogy ahogy beugrott, az meg kiesett onnan a fa, azt rácsukodott az ajtót. És ott hagyták őrizetlenül a tüzet hát is, meg a macskát is. Hát ott már csak én, egy is voltam ért a bűnök. Nem nézem, mondom, nézem. És mi lett a macskával utána? Hát megszült. De megették? Vagy kidobták a kutyának? Micsoda kénye lehetett? Hát be is szart meg a sütőbe. Szegény cica. Azt... Azóta is bűntudata van a Pista bácsinak. Na, csak a másikat akartam elmondani, mikor beszart az ágy alá. Tényleg, akkor azt meg megérték. Elkaptam. Ez a sült macska volt? Nem, vagy ez egy... a másik, hát az már hogy tudtam. Vagy ez egy tiszta új macska, vagy egy agyon használt régi macska volt? Az egy másik. Régi macska, kopott macska. És mi volt? Oda csinált az ágy alá szegény? Én meg elkaptam, azt megfogtam a nyakát. Hát azt nem azt szabad. Belenyomkodtam az orrát a szarába. Azt nem felejtette el sose. Este már ott ült az ajtóba. És kéreckedett kifele. Nyávogott. Addig nyálogott, még ki nem nyitotta valaki az ajtót. De akkor meg direkt nem engedték ki, hogy jó megverhessék. Hát akkor nem? Elkaptam, akkor más volt. Hát akkor maga élt az állati dobításhoz is. Utána ő kéreszkedett kifele már este. A Pista bácsi egy ilyen cirkuszi világszámot is betaníthatott volna az élőlénynek. Nem? Na mindegy, hagyjuk ezt a macska ügyet. Ez egy cudarvilág lehetett, Pista bácsi. Hát neki igen, nekem nem.